köszöntök mindenkit, minden szakmai közösség tagjait, mindent ezzel megkeressük. Én azt választottam, hogy angol nyelvűek a szlájdjaim, de magyarul beszélek, tehát hogy egy kicsit változatosabb legyen a megközelítésem. Tehát a professziókról szeretnék beszélni, a felnőtt képzés, felnőtt oktatók kapcsán, hogy hogyan alakul ez a téma, jelenleg miket látok a szakmai diszkusziókban és folyóiratokban, kutatásokban. Ugye a lifelong learning témájával kezdtek ma az előadóink, tehát az elmúlt években, az elmúlt évtizedekben hatalmas paradigmaváltás történt, hogy a tanításból ugye a tanulás fogalmára mentünk át. Például itt ez a kutatás, amiről egy picit beszélnék az elején, ami pár éve készült, úgy nevezte meg a felnőtt képzés, felnőtt oktatás területén dolgozó szakembereket, hogy a felnőtt tanulás professziói, tehát magyarul kicsit furcsán is hangzik tulajdonképpen a dolog, tehát a felnőtt tanulásban közreműködő szakemberek, ennek a felmérése történt meg. Tehát egy picit kevesebb figyelem került a szakemberekre, hanem az emberek tanulására, ugye, tehát az lett a fontosabb terület, és most is ugye az elmúlt előadó, vagy az előbbi előadók is ilyen módon beszéltek arról, hogy ez egész élet tanulás, ugye tanulni a társadalom közösségi tereitől kezdve, tehát nagy szélességben történik. Na nézzük meg, hogy a szakemberekről mit tudunk jelen pillanatban. A szakemberek úgy lesznek fontosak ebben a diskurzusban, hogy a minőségi oktatás és tanuláshoz azért jól képzett szakemberekre is szükség van. Tehát elindultak az elmúlt években olyan Európai Uniós projektek, amelyek ezt a minőségfejlesztést tűzték ki célul, és ebbe a diskurzusba kerül be a szakemberség, a szakmai minőség, és egyben a professzionalizáció is, tehát a szakmaiság, a szakmai építésnek a kérdésköre. Tehát így jön vissza a minőség árján mintegy. 2008-ban holland kutatók és egy európai felnőtt kutatói szervezet közreműködésével készült egy felmérés, hogy hát kik ezek, akik részt vesznek ebben a felnőtt képzési területen, mint szakemberek, mit tudunk róluk, hogyan vannak alkalmazva, hogyan vannak javadalmazva, miképpen képeződnek, milyen típusú kompetenciáik, tudásaik vannak, és egyáltalán tehát hogy áll ez a terület. Az eredmény az tulajdonképpen az volt, mint amit hallottunk itt az előbb, hogy rendkívüli módon variábilis, heterogén, változatos, sokszínű, ugye, tehát bizonyos értelemben egy olyan terület, ami nagyon képlékeny és nehéz racionálisan megragadni. Négy területét különítették el a területnek, tehát a szakmai területnek. Látjuk a szakképzést, azon belül tehát különbözik az üzleti képzéseknek a világát, utána a társadalmi, morális, közösségi tanulás területeit, illetve a kultúra és a művészetnek a területeit. De az volt a megállapítás, tehát, hogy bizonytalanok ezek a kompetencia profilok, amiket ezek a szakemberek mutatnak. A végső eredmény az volt, hogy a felnőtt képzés területére, szakmai mezőjébe az emberek később lépnek be, mint egy 10-14-15 évvel később, tehát más képzésekből, tapasztalatokból szerveződik a belépés. Jönnek-mennek, relatíve nagyobb a fluktuáció is. Nem annyira jól fizetettek az állások, státuszuk, presztízsük nem annyira magas, gondok vannak a foglalkoztatásnak a fő foglalkozású részével, leginkább tehát sokan részfoglalkozásban dolgoznak, nyugdíjakat és egyéb típusú ilyen kafetéria típusú juttatásokat kevéssé élveznek, kevés szakmai szervezet van, amely az érdekükben föllépne, és képes lenne kollektív előnyöket kiharcolni. Tehát bizonyos értelemben ennek a kutatásnak az volt az egyik javaslata, hogy erősíteni kellene a szakmai szerveződést, tehát hogy egy kicsit a hangja ezeknek a szakembereknek meg tudjon szerveződni. Még egy utolsó állításuk volt, hogy nincs a társadalomban megfelelő láthatósága ezeknek a szakembereknek, vagy ezeknek a szakmáknak,
És bizonyos értelemben azt mondták, hogy nem annyira vonzó, nem garantál életpálya íveket, karriert tehetséges fiataloknak, ami mindenképpen problematikus ugye egy szakma átörökítő mechanizmusai tekintetében. Ez tehát egy ilyen jelenlegi állapot, ami látjuk eltér a különféle fajta európai régiókban, de azért látjuk összességében nem annyira pozitív a kép. Most ugranék egyet, és bemutatnám azt, hogy hogy alakul a szakmákról, a szakmaépítésekről, a professziókról való diskurzus, elsősorban angol száz területen. Tudnilik, mindig is két irányú volt e tekintetben. Mindig voltak képviselői annak, hogy legyen szakma belőle, professzionalizálódjon, nem a munka minősége, hanem az érdekcsoport értelmében, tehát hogy alakítsa ki magát, és mindig voltak olyanok, akik sértenék, akik féltették a szakmai építéstől, mert abban mindig van egy monopolizálás, ugye? Féltették az egész területet, a humánus értékeket, fejlesztését, társadalom átépítést. Ugye mozgalomból indul ez a szakma, tehát hogy mindig egy ilyen a lovat innen is, meg onnan is megülni akarás volt jellemző tulajdonképpen a szakmai irányokban. Mi tulajdonképpen az, hogy szakma? Ezzel indul a kérdéskör, tehát mi az, hogy professzió, milyen típusú foglalkozás az, amit úgy nevezhetünk, hogy professzió. Tulajdonképpen különféle megközelítések voltak, de elterjedt kezdetben, tehát 50-es, 60-as évek kutatásairól és írásairól beszélek, egy olyan megközelítést, amit ilyen attribútum listásnak nevezünk. Tehát karakterjegyeknek egy listája, amiben rengeteg jegy van. Egy Millerson nevű kutató 60-as évek végén megállapította, hogy mit tudom én, 28 ilyen jegyet szedett össze a szakirodalomból, de körülbelül 21 oktatót vagy 21 kutatótól, és nem volt olyan jegy, amit mind a 21 leírt volna. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye ilyen jegyekkel vagy listákkal nem lehet sokra menni, tehát ezek nem védhetőek szakmailag. De minden esetre azért pár jegyet felírtam, amelyek relatíve invariásnak tűnnek. Látjuk, fontosnak kell lenni a társadalom szempontjából, kell, hogy legyen egy konstans tevékenység, ami kiküzdi, kiválja azt a terénumot, amin a szakma működik, kell, hogy egy sajátos, különleges tudás legyen, amely állandóan fejlődik és alakul, amihez általában képzési utak vezetnek, tehát különleges a tudás, nincs meg mindenkinek. Közösségkel, tehát ez szakma közösségként szerveződik, tehát tudás és habitus közösségként kell, hogy megszerveződjön, szakmai élet kell, szakmai szocializáció, amely kialakítja a szakmai identitást. Itt jön a legfontosabb, hogy el kell érni a szakmának a saját teljesítményével, hogy megszerezze a társadalmi elismerést. Társadalmi elismerés az egy hatalomforma, egy szimbolikus hatalomforma, ami azt jelenti, hogy ha megszerzi, akkor tulajdonképpen tudja kontrollálni a saját munkáját. Tehát a munkakontrollnak egy fokát kell elérni egy igazi szakmának, ami azt jelenti, hogy maga mérlegel, maga dönt bizonyos közegekben, folyamatok és intervenciók között, tehát nem más, hanem a szakma a legfőbb instancia ennek eldöntésében. Ezt ki kell válnia, meg kell szereznie, önmagából tekintét kell teremteni ebben a munkakontrollban, és ez azt jelenti, hogy önmagát szabályoznia kell egy szakmának. Figyelni kell a minőség mércéire, szakmai mércékre. Az igazi professziókról ezek a jegyek, amikor összeszedték, nagyon fontosnak gondolták, hogy a szakmai kollégák kontrollja az döntő szakmában. Látjuk az előbb a civil társadalomnak a hangját jelenítette meg az előadó. Paradox módon egy igazi szakma figyel a kliensre természetes módon, de mégis a kollégái ítélik meg, hogy a szakmai sztenderdeknek megfelelően tette a tevékenységét. Ha ezek az elismerés folyamatok jól alakulnak a szakma teljesítményeképpen, akkor az állam jogilag ad egy biztosítékot, tehát ad egy lehetőséget, mint egy a piacból kiszedi a szakmát, és egy védett piacot ad neki oda, ugye a képesítés, hogy nem enged mindenkit oda. Tehát tulajdonképpen
hogy ez szelektál, monopolizál, tehát itt van a dominancia eleme a szakmában, ami ellentmondásba kerül ugye a felnőttek nevelésének a széles humanisztikus céljaival. Viszont, hogy ezt a kontrollt megkapja is, ezt a védettséget, ezért, tehát nagyon erős a szakmáknak a morális megalapozása, ugye az etikai kód, van egy ilyen a közjó szolgálata, a kliens szolgálata, megfelelő morális értékek beépítése a szakmaiságba, ami garancia a kliensnek, hogy bizalommal fordulhat a szakemberekhez. Tehát ebből áll tulajdonképpen a klasszikus jegyeknek a többsége, de amikről persze kiderül, hogy azért nagyon különbözőek ezek történetileg, nem mindegy, hogy Amerikában vagyunk, vagy Magyarországon, vagy tehát, hogy Európa mely részében, tehát különféle helyzetek vannak, tehát az lenne itt a fő szó, hogy kontingensek ezek a dolgok, nem lehet állítani, hogy minden szakma úgy épül, mint amit az előbb én leírtam. Tavaly egy új folyóirat indult, ez a Professions and Professionalization, skandinávok szervezik elsősorban, és onnan vettem ezt a megjegyzést, amit kiírtam, amelyik nagyon nagy jelentőséget tesz a kontextusoknak a világára. Tehát ma a professziónak a megközelítései, tehát a struktúrák és a kontextusok a közegek tudásán alakulnak inkább, és nem holmi ilyen általános jegyeken. Megkérdeztek szakembereket is, hogy nekik mi a szakma, mit gondolnak attól, hogy professziónak a tagjai, és hogy mi az, hogy egy professzió, mi abban a fontos. Itt egy empirikus vizsgálatnak az eredményét idézem, amelyben ha az embereket megkérdezik, akkor a tudásra teszik az első hangsúly. Tehát a tudásuknak a sajátosságát gondolják fontosnak, de azon belül nem az elméleti tudást, hanem a gyakorlati tudást és a közegnek az ismeretét, a tapasztalatokat, és teljesen individuumhoz kötik, tehát az egyén szintjén fogják a szakemberséget, minimiséget leírni. Elsősorban tehát kognitív tudásra teszik a hangsúlyt. Na most kettő darab professzionalizációs modellt mutatnék be. Az első típus, tehát az azt jelenti, tehát professzionalizációnak azt nevezzük, amikor egy szakmai közösség megcsinálja magát, tehát szakmává tudja magát építeni, foglalkozási szakmává, tehát foglalkozás lesz belőle. Ehhez két dolog kell. Intellektuális értelemben le kell neki tudni fektetni, hogy miért van rá szükség, mi az a tevékenység, ami nincs meg a társadalmi munkamegosztás rendszerében, tehát mi az ő területe. Ez ugye nagyon érdekes volt nekem, és tudjuk az UNESCO megközelítése, mindig a teljes holisztikusság jegyében érvel. Paradox módon a szakmaiságnak ez a koncepciója azt mondja, hogy nem lehet mindent vele rakni, mert akkor az egész élet tanulás, tehát az végül is, az egész életünk az, le kell tudni, definiálni, tehát le kell tudni szűkíteni, le kell határolni egy területet, hogy az ember azt a tudást, ami ott tartozik, racionálisan fölépítse. Tehát határvonalakat kell tudni néha húzni, hogy kialakuljon a felelősség és a tudásnak ez a rendszere. Tehát bele kell rakni a munka megosztásból, mint egy sajátos terület. A másik része, tehát a szerveződési része, hogy meg kell szerveződni a szakmának, mint amit az előbb már ugye említettem, hogy megszerezze azt a fajta elismerést az államtól, hogy jogi értelemben is védettséget kapjon. Köszönöm szépen. A szakma önszerveződése azt is jelentenie kell, hogy aki megszegi a szakma szabályait, azokat ki kell tenni. Tehát, hogy valamilyen értelemben önszervező, reguláló szerepet kell, hogy ellásson. Ez az egyik terület. Ez a fajta szakmai modell, amit bemutattam, ez a piaci országokban, liberális országokban, Anglia, amerikai tapasztalatokban gyökerezett, ahol tehát szakemberek közössége szerveződött össze, és érte el, hogy helye lett a munkamegosztás rendszerében. Tehát ez a modell. Más helyzetekben az abszolút nem így van, hanem hát az állam hozta őket létre, és más történetiség lett. Nézzük meg, ami jelenleg. Tehát jelenleg ez a második modell.
hogy mondjam, uralkodik, vagy ezek az első kettőnek egyfajta vegyüléke. A második a szervezettiségek jegyeiből indul ki, munkaszervezetekben dolgoznak a szakemberek, tehát a professziók ugye intézményekhez kötődnek, munkaszervezetekhez. Amely munkaszervezetek egy része nem olyan, hogy csak tehát van olyan, hogy csak szakemberek vezetik a szervezetet, tehát csak a szakemberekből áll. De vannak azok a szervezetek, amelyek elterjedtek az elmúlt évtizedekben, ahol a szakemberek csak részei, munkatársai a szervezeteknek, de tulajdonképpen nem szakemberek vezetik őket, tehát más jellegű a menedzsment, és ebből a helyzetből tehát különféle megközelítések és dilemmák adottak a szakmák számára. Hát leginkább az, hogy a szervezeti célok, azok ugye sokszor nem azonosak talán a szakma céljaival, a kettőnek a konfliktusa feltehető. Na most ezt a helyzetet, hogy nem önálló, szabad foglalkozású, vagy kisebb vállalkozásokban dolgoznak a piacon a szakemberek, hanem nagy szervezeteknek a tagjai lesznek, ennek két lépcsője van, vagy két típusú megközelítés van. Az első, az kimondottan fél a szervezetektől, és azt gondolja, hogy tönkre fogja tenni a professziónak az autoritását, a professziónak a minőségi orientációját, a szervezet benyeli és egész egyszerűen erodálja. Tehát az első válasz, ez a, én úgy is nevezhetném, hogy a professzióknak a varástalanítása megtörténik, tehát a professzió elveszíti a korábban kivívott előnyeit. A nagyon nagy diskurzusa van, amit úgy neveznek a szakirodalomban, hogy tulajdonképpen a menedzserializmusnak is nevezhetném. Az új, tehát az a fajta paradigma a menedzsmentben, ami a közszolgáltatásokat nyújtó intézményekben érvényesül az elmúlt 30 évben mondjuk, amely tulajdonképpen a késő modern társadalomnak a liberális gazdaságpolitika, globál kapitalizmus, tehát azon irányaira megy rá, amely tulajdonképpen a közszolgáltatások, mint jóléti állam, ugye által kialakított közszolgáltatásoknak egyre inkább a költséghatékony megszervezését fogja jelenteni. Tehát a menedzsment határozza meg a célokat, és hát tulajdonképpen itt leírtam egy-két olyan elemet, amit ma is hallottunk, indikátorok, szerződések, versengés, költséghatékonyság, ugyanazt a tevékenységet szektor semlegesen fölkínálni, kikínál többet, jobbat. Tehát a szakemberek rákényszerítődnek egyszer csak, tehát nem egy elit pozícióra, nem egy privilegizált pozícióra, hanem tehát megfelelni egy ilyen másfajta, tehát mondjuk pénzügyi, hatékonysági, verseny, piaci szemlélettel láthatott szervezetekben való működésre, amely ráadásul megerősödik nem csak azáltal, hogy kevesebb a pénz, ugye érdekes volt hallani itt is, hogy hogyan alakulnak a költségvetési arányok az új programokban, hanem azt is jelenti, hogy a fogyasztói társadalom, mint később modern társadalomban felértékelődik a, úgymond a fogyasztó autonómiája a választásra. Tehát, hogy joga van választani, ne a professzió mondja meg, mert az így van, a klasszikus professzionális modellben a szakember kategorizálja a saját tudásrendszere szerint a kliens problémáját, és kínálja föl rá a szakmai válaszát. Most a kliens tűnik erősebbnek az új ideológiák kapcsán, ő választhat, mit akar, hogy akar, és ehhez igazodik a szolgáltató szervezet, a szolgáltatás nyújtó szervezet, amely költséghatékony módon adja ezt elő. Tehát a professziók valaha úgy szerveződtek, látjuk az első modellben, hogy ők a minőség garanciái. Azt nyújtják a kliensnek, hogy a legmagasabb minőségű szolgáltatás, szolgálatot fogja kapni a professzióktól. Most viszont, és ők szolgálják ilyen módon etikailag megalapozva a közjót, ez a új modell, ez a menedzserizmus modell, viszont azt fogja mondani, hogy a versengő piac a privilégiumokat elszedő piac az szolgálja a közjót tulajdonképpen, tehát egy másik megközelítés és diskurzusba kerül be tulajdonképpen a szervezetekben dolgozó professzió képviselő rendszer.
Hogy lehet ezt megítélni? A legcinikusabbak vagy a legkritikusabbak ezt az egész új paradigmát, menedzserizmusnak a paradigmáját úgy ítélik meg, hogy ezt nem kell másnak tekinteni, mint a menedzsereknek a sikeres társadalmi kontrollja a professziók fölött tulajdonképpen, tehát kritikusan ez, mert hogy az eredmény az, hogy nem a szakmai normákat sokszor felülti a piaci ösztönzőrendszer és a szervezeti céloknak a világa. Az erőforrások azok a menedzser elit csoportokhoz kerülnek inkább, tehát végül is ez egy nagyon komoly instrumentum arra, tehát hogy a professziók elveszítsék a korábban kivívott előnyöket. Tehát ez látjuk a legkritikaibb nézet. Mások viszont azt gondolják, és akkor most visszamennék, ugye itt az első volt ez a megijedünk, konfliktusok, tehát ez a látjuk, ez az elkeseredés. A második modell, ami most az utóbbi időben terjed el a szakmai cikkekben, hogy tulajdonképpen kölcsönös előnyei vannak annak, hogy a professziók és a szervezetek, nagy szervezetek találkoznak. Tehát nem kell itt félni tulajdonképpen, nem kell félteni a professzionalitást és a minőségi mércéket a szervezetektől, hanem meg kell nézni az előnyöket, ahogy összetalálkoznak. Itt most egy cikkből vettem, ahogy ők feldolgozták a menedzser szakirodalmat a kölcsönös előnyök kimutatására. Itt ugye azt mutatja ki, hogy a szakmák nyernek attól, hogy szervezetekben, intézményekben dolgoznak, mert hogy intézményekben tudják kifejleszteni képzésüket és szocializációkat. Az intézmények szolgáltatásaival mindig van egy garantált klienscsoportjuk, van egy biztos életpályaívük, és egyáltalán az intézményi erőforrások tulajdonképpen erőforrásokhoz juttatják a szakmát. Tehát, hogy egyáltalán nem előny ellen ez tulajdonképpen, nem kell itt félteni a szervezetekben való működést. Fordítva, a szervezetek is természetesen sokat profitálnak a professzió képviselőitől, oly módon, hogy hálózataikat, erőforrásaikat, kapcsolataikat, tudásokat, új szolgáltatások, innovatív szolgáltatások kitalálását tudják tulajdonképpen nyújtani, és a szakmák is klienseket teremtenek, használókat teremtenek az intézményeknek. Egy harmadik elem ugye a kliensek is hogy szerveződnek. Látjuk, hogy a kliens is lehet egyéni, lehetnek hasonlóak és csoportban megszerveződők, lehetnek szervezetet és érdekcsoportot alkotók, tehát hogy tulajdonképpen a klienseknek az érdekei is más módon szerveződnek. Azaz, én ma úgy látom, és úgy tűnik a szakirodalomnak a követéséből, hogy a szervezeti forma az még sokfajta lehet. Tehát a szervezet és a professzió találkozása az legalábbis lehet úgy, hogy nyer a menedzserializmus, tehát mondjuk adminisztratív dominancia van tényleg, tehát az mondjuk kiszívja a professzió korábbi erejét, de lehet olyan, hogy fordítva a szervezeten belül a szakemberi érdeket és mércék veszik át az orientáló szerepet, és lehet egy kiegyensúlyozott formáció. Azaz, a szerveződések nem fixek. A szervezetek, amelyekben ma találkoznak ezek a csoportok, tulajdonképpen folyamat elviség alapján érthetők meg leginkább, hogy félig struktúráltak, és az egyensúlyok, tehát nagyon függnek a konkrét közegettől, helyzetektől, tehát nem lehet szaktudományosan ilyen egyszerűen elmondani, hogy fehér vagy fekete, hanem hát tényleg a konkrétumok tanulmányozásával derül ki, hogy miképp lehet. A mai napon, június 6-án egy angol szakember előadást ad erről a kérdésről, tehát a szerveződési változatokról, és tetszett nekem az előadásának az a címe, hogy az állatokra, tehát az állatok világa mondja, másképpen élnek az állatok cirkuszban, ott látjuk, ugye idomítják őket, másképpen élnek az állatok állatkertben, és másképpen élnek az állatok a szafari parkban. Ugye? Tehát látjuk, hogy a szafari parkban szinte ugye a professzió majdhogy nem relatív autonómiáját megélő módon élnek. Tehát, hogy kell regulálni, hogy jönnek össze ezek a típusok, nagyon különbözőek, tehát, hogy ma tulajdonképpen nem teszi le itt senki a voksát egyik vagy másik mellett, de minden esetre érződik az elasztikusság.
Na mik ezek? Tehát akkor összeszedve, amiben én azt gondolom, hogy az új kérdésfeltevések vagy prioritások vannak a kutatásban. A professzionalizmusnak a diskurzusa látjuk előjön. Egyszer jelenti a minőségi munkát, tehát csupán az, hogy professzionális, az azt jelenti professzionális boxoló, vagy valami, tehát hogy minőségien nagyon tud valamit, tehát jelenti csak a jelzőknek a világát, nem szakmát, nem foglalkozási csoportot. A professzionalizmus diskurzusára hivatkozik, ma itt sok mindenki, látjuk, a menedzserek is arra hivatkoznak, az állam is arra hivatkozik. Tehát, hogy a professzionalizmus ma előjön, de más jelentések vannak mögötte, hogy ki mire akarja használni ezt a kifejezést. Ugye két széle a skálának, hogy uralni vagy kontrollálni akarom a professzionalizmus, nak a képviselőit a benchmarkokkal, a mértékekkel, a célmutatókkal, és egyáltalán tehát meg akarom szervezni, és úgy akarom a minőséget emelni, vagy pedig fordítva a szakmák erősödnek meg, és hangjukat hallatva kívánnak maguknak új terénumokat. Ugye a tudástársadalom, tudásgazdaságnak a diskurzusa is nagyon erős, és nagyon érdekes, hogy ebben létrejönnek új típusú professziók. Például ilyen a projektmenedzser. Na most, ha megnézzük a projektmenedzsernek, mint professziónak a hátterét, akkor abszolút nem felel meg az első modellnek. Ugye kellene különleges, sajátos tudás, ugye disziplinatorikus és hasonló. Semmi ilyen nincs egy projektmenedzseré, mármint van tudása, heterégion összeszedett, de semmiképpen sem egy fix lehatárolható, tehát amire lehetne építeni. A projektmenedzser tudása hihetetlenül kontextus függő, tehát nem általános teoretikus alapokon szerveződik, hanem teljesen a gyakorlat közeli. Nagyon változatos szolgálatokat, szolgáltatásokat tud nyújtani, hihetetlenül heterogén módszerekkel, és azt látjuk, hogy a projektmenedzsereknek bizonyos értelemben nem sok lehetőségük van arra, hogy kifejlesztenek saját ilyen közösségi identitást, vagy szubkultúrát, vagy szocializációt. Tehát minden, ami az első modellben fontos elem lett volna, az itt látjuk, hogy sehol nincs. Ehhez képest a projektmenedzserek köszönik remekül vannak, jól vannak, ugye presztízsük is emelkedik, Amerikában képzések indulnak, egyetemi masterek, és nagyon erős szakmai szervezeteket tudtak mégis létrehozni, tehát beindult az, hogy megteremtették magukat, és erősen részt vesznek ebben az új típusú társadalomban. Projekteken dolgoznak, ugye, látjuk, hogy privát, tehát ez a private-public partnership, tehát szektorközi projektekben dolgoznak, tehát intézmény sincs mögöttük, standard, tehát teljesen másképp szerveződnek, és mégis erősek. Tehát egy újfajta szerveződési logikákat lehet érzékelni, szakmák alakulnak a semmiből. Ma reggel, mikor itt öltöztem, akkor azt hallottam, hogy van ilyen, hogy légirégész, tehát hogy tehát repülőről. Tehát hogy látjuk, hogy alakul itt sok minden új, ami egyáltalán nem olyan, mint a korábbi modellek által lefedődött. Tehát érdemes nézni, hogy mik itt a háttértényezők. Egy következő kérdés, látjuk, ez az egész vállalkozás, menedzser, pénz, költséghatékonyság, mérés és a klasszikus szakmai etikának az együttélése, konfliktusa, megoldása. Különösen erős a hagyományos társadalmi közszolgálati professziók metszetében, hogy megy ez együtt, hogyha mérlegelni kell a pénzek hiányát. A szerveződéseknek látjuk, hogy ez a sokarcossága az tehát itt megvan. A következő nagy kérdés a bizalom. Hagyományosan a professzióknál a kliens és a szakember viszonyában, tehát nagyon erős volt a bizalomnak a kérdése. Ugye az egyik a legtudását adja és morális integritását, a másik pedig bizalommal elfogadja. Tehát ez a viszony hogy alakul ma, amikor a szervezetek metszetében tehát másképp van. A bizalomnak arra a szintjére gondolok most, nem amit egy személyiség tud magának megteremteni, hanem amit egy szisztéma meg tud teremteni, tehát egy szakma, tehát az intézményes bizalom kérdésköre az, hogy alakul a kliensekben. Hogyan alakulnak ezek az identitásrendszerek, ha közben versenyű piaci környezet van és individualizáció.
nagyon nagy kutatás van, hogy hogy van ez a különféle világrészekben. Tehát a különféle országokban történeti útjukhoz kötődően teljesen másképp alakulnak a szakmák. Tehát bizonyára érdekes lesz délután az ázsiai helyzetekről látni, mert arról Európában kevesebbet tudunk, és a szakmai folyóiratok azok tényleg tehát angol-amerikai és skandináv dominanciájúak, mint ahogy szintén hallottuk ezeket. A nők, a nemeknek a kérdése tehát továbbra is, mert azért az kiderült, hogy a felnőtt oktatásban dolgozók 75%-a nő. Tehát itt azért van egy a helyzetek mögött egy egyenlőtlenség, ami a nemek tekintetében is talán megjelenik. Mások viszont azt mondják, hogy az erős piaci hatásrendszerek talán kiformálnak ellentétként közösségi alapú megoldásokat és másfajta kooperációkat. Nagy kérdés, hogy a professzió az mennyiben segíti a demokratizmust, mennyiben jelennek meg a professziók, mint egy olyan szakmai közösség, amely képvisel közügyeket a közéletben és az aranyában etéren. Hát látom itt, hogy hirtelenében befejeződött, azt hittem, hogy írtam egy ilyen utolsót, hogy köszönöm szépen, és az utolsó gondolatom az tulajdonképpen az lett volna, hogy én most itt, amit mondtam, az bizonyos értelemben szimptomákat próbáltam rendszerezni, amit látok. Hogy a szimptomák rendszerezése az persze nem mondja meg a dolgokat általában, tehát az csak egy, hogy mondjam, egy diagnózis. Itt, ami nagyon kijön, hogy a szakmai építés az kollektív erőfeszítés, ugye utalt rá az első előadónk is, hogy együtt kell dolgokat csinálni, és azt gondolom, szimplán meg kell jelenni a térben, meg kell fogalmazni, és erővé kell tudni válni. Nincsenek itt más elemek, tehát itt szimplán egy a csoportoknak, a szakmai csoportoknak az erőfeszítései kellenek ahhoz, hogy legitimá váljon egy szakma, és nem mossák le másfajta erőt. Tehát erőterekben érdemes gondolkodni, és erővé kell tudni válni, tehát hatni tudni erővé kell válni, ez az a feladat, amit valószínű, hogy csak bizonyos részei fognak megtudni ennek a szakmának, tehát nem egyszerre fog a teljes széles spektrum professzionalizálódni ebben az értelemben, mint hogy szakmává lenni, hanem bizonyos részek tudnak, tehát kisebb közösségek tudnak megszerveződni, majd egyszer csak egy ernyő szervezet is meg tud jönni a kisebb erő közösségeknek azon erőfeszítésekből, hogy észreveszik, hogy együtt nagyobbak. Hát ehhez kívánnék magunknak energiákat, és köszönöm szépen a lehetőséget.